Hello mindenkinek, én Gibi vagyok, és köszöntelek titeket egy újabb Minecraft videóban. A mai videóban meg fogjuk nézni, hogy milyen is lenne egy inventory frissítés a Minecraftban, azaz hogyan lehetne a játékos eszköztárát frissíteni, anélkül, hogy megtörnénk a Minecraft jellegét. Remélem, hogy tetszeni fog majd nektek ez a videó, és szerintem akkor vágjunk is bele. Kezdjük azzal a kérdéssel, hogy mégis miért van szüksége egy inventory update -re. Nos, biztos vagyok benne, hogy sokatok belefutott már abba a problémába, hogy kalandozás vagy bányászás közben többször meg kellett állnia, hogy rendszerezze az inventoriát, vagy kidobjon kevésbé fontosnak tartott itemeket, azért, hogy egy másikat fel tudjon venni a helyére. Ez a probléma minden egyes frissítéssel egyre nagyobbá válik, hiszen egyre több új blokkot és itemet adnak hozzá a játékhoz, amiket a játékos szándékosan vagy véletlenül felvesz az inventoriába. Jó példa erre a legutóbbi barlangfrissítés, ahol rengeteg új blokk került be a föld alatti területekre, és egy rövidebb bányásztúra alatt is nagyon hamar megtörik az inventorink, ami egy idő után frusztrálóvá válhat. Többször is meg kell állnunk kidobálni a felesleges itemeket, vagy éppen értékes dolgokat hagyunk hátra, mert képtelenek vagyunk felvenni őket. Nos, ez egy teljesen logikusan létező probléma, hiszen a Minecraft jelenlegi inventoriát a játék legeleje óta nem változtatták meg. Ez a kezelőfelület egy sokkal kisebb játékra, sokkal kevesebb blokkra és itemre lett tervezve, ami néhány évvel ezelőtt tökéletes megfelelt a célra, de már már kezd lecsatolódni a Minecraft többi részétől. És ha bár a Minecraftos inventory egy nagyon ikonikus részét képezi a játéknak, úgy gondolom a Minecraft jövőbeli sikeréhez elengedhetetlen, hogy leporoljuk ezt a rég elfeledett részét a játéknak, és komolyabban is foglalkozzunk vele. Igaz, hogy a fejlesztők már többször is megpróbáltak enyhíteni a problémán, de a sákörboxok vagy a csomagáitemek mind-mind csak ideiglenes megoldást nyújtanak, mielőtt a probléma ismét felbukkan. Véleményem szerint az inventory menedzselésének sokkal kevesebb időt kellene elvenni a játékostól Minecraftozás közben. Egyszerűen megtöri a játékélményt, és inkább egyfajta ránk kényszerített szükséglet, mint sem egy élvezhető része a játéknak és ha bár a Minecraftban létezik néhány okos funkció az inventoring gyorsabb kezelésére, szerintem mindez még nagyon kezdetleges, és sokkal jobban elmélyíthetnénk ezeket a rendszereket. Tisztában vagyok vele, hogy egy ilyen mértékű változtatása a Minecraft összes kiadásán keresztül rengeteg paritási problémát vetne fel, és ha már a csomag meg hozzáadása is több évig tartó finomításokat igényel, valószínűleg nem számíthatunk ilyesmire a közeljövőben. De mégis milyen ötleteim lennének a probléma orvoslására? Kezdjük az egyszerűbbekkel. Mi lenne, ha lennének bizonyos gyors billentyűk a játékban, amelyekkel néhány új inventory slotot tudnánk aktiválni, függetlenül attól, hogy a kezünkben van-e az adott item. Ezekbe a slotokba bizonyos kategóriájú itemeket tehetnénk, például étel itemeket, stb így ezeknél a gyakran használt itemeknél nem kellene minden egyes alkalommal rájuk görgetni a gyors hozzáférésű slotok között, vagy nem kéne megnyitni miattuk az inventorinkat, elég lenne megnyomnunk ezeket a gyors billentyűket. Még azt is el tudnám képzelni, hogy ezek az extra slotok az offhand slot, azaz a másodlagos kéz cellájával lennének összeköttetésben, és játék közben válogathatnánk, hogy éppen mi van a másik kezünkben. Sötét barlangok felfedezése közben például nem kéne folyton a fáklyákat és a pajzsunkat cserélgetve megállnunk, hanem egyszerűen dinamikusan tudnánk reagálni a sötétebb helyek és a spónuló szörnyek váltakozására. Im egy másik ötlet, ami főleg az építész játékosoknak fog kedvezni. Mi lenne, ha minden egyes alkalommal, amikor lehelyezünk egy blokkot, amiből több is van az inventoringban, az automatikusan újra töltődne a többivel? így nem kellene 64 blokkonként megállnunk és egy újabb stacket odahúzni az alsó sorba, hanem egyszerűen csak zavartalanul folytathatnánk a blokkok letételét. A következő javaslatom szintén egy hasonló módon közelíti meg a problémát. Mi lenne, ha egy gyors bilentyűvel változtatni tudnánk, hogy éppen melyik inventori sor szerepel a horbárban? Így például építkezés közben egész blokk készleteket tudnánk cserélgetni, anélkül, hogy egyesével át kellene húzogatnunk a blokkokat egyik slotból a másikba. A következő javaslatom a ládákba való bepakolást és a belülük való kipakolást könnyíteni meg. Szerintem nagyon nagy segítség lenne, ha az egerünket lenyomva tartva végig azt az inventoring celláin, és a benne található stackeket kattintás nélkül át tehetnénk a ládába, vagy onnan vissza amit láthatjátok, ez a felvétel nincs felgyorsítva. Egyszerűen ennyire gyors és kényelmes ez a megoldás a folyamatos kattintásos módszerhez képest. Mint ahogy azt a videó elején említettem, a Minecraftban már most is léteznek bizonyos okos funkciók, amelyek megkönnyítik az életünket. Ilyen például az egér középső gombja, amelyet ha egy adott blokkon használunk, az előhívja az inventoringból azt a bizonyos blokkot, és az éppen aktív slotba teszi át. Ez mind szép és jó, hiszen megspórolja nekünk az inventoring megnyitását és az item manuális áthúzását, de sajnos csak egy bizonyos távolságig működik. Nagy méretű építkezések során azonban tök jó lenne, ha bármilyen távolságból elérhetnénk ezeket a blokkokat, hogy kicserélhessük rájuk az éppen a kezünkben lévő itemet. Az is nagyon sokat segítene, ha lenne az inventoringban egy szortírozás gomb, amellyel egy kattintással kategória szerint rendezhetnénk el a felszerelésünket, hogy annyival tisztább és átláthatóbb legyen. Sokszor gyorsan szükségünk van egy adott itemre, ami miatt félbe kell szakítanunk, amit éppen csinálunk, holott végig ott volt a cucaink között, csak egyszerűen nem vettük észre a nagy rendetlenségben. Nagyon sokan álmodoznak egy rendszerezett inventoriról, viszont nem akarnak hosszú perceket eltölteni a szortírozásával, főleg mivel rövid időn belül úgyis újból eluralkodik a káosz. Egy ilyen gombbal azonban ez a problémánk is megoldódna. A következő ötletem az egyik kedvencem ezen a listán, hiszen elmélyíti az eddig igencsak felszínesen kezelt sárkörboxok nyújtotta nyújtotta rendszert. A Shulker bekerülését nagy örömmel fogadták a játékosok annó az 1.11-es verzióban, és azóta is nagy népszerűségnek örvendenek ezek a hordozható tároló blokkok. Kár lenne, ha a feledésbe merülne a bennük rejlő potenciál, Szerintem ugyanis tök jó lenne, ha encsántolhatnánk ezeket a blokkokat, hogy még hatékonyabbá tehessük őket. Az egyik ilyen encsánt hasonlóan működik az egyik korábbi ötletemhez, amely arról szólt, hogy a játék automatikusan pótolná a kezünkben lévő blokkot, ha rendelkezünk még többel az inventoringban. E Ugyanez működhetne a shaker boxokkal is, azaz a játék innen is képes lenne pótolni az éppen használatban lévő blokkokat, anélkül, hogy meg kellene állnunk letenni a shaker boxot és manuálisan kivenni belőle a kívánt utánpótlást. Így például az olyan nagy mennyiségben használt építőblokkokat mint a föld, kül, vagy homokbrokokat nem kellene az inventoringban tárolni, hanem mind csupán egy slotot foglalna el a sárkörboxon belül. Egy másik hasznos item pont az ellenkező irányban működne, azaz a blokkok kiütésénél lenne hasznunkra. Ezzel az enchanttal ugyanis a kiütött blokkok automatikusan az adott sárkörboxba kerülnének, ha a sárkörboxban már van legalább egy darab abból a blokkból. Így például bányászás előtt feltölthetnénk a sárkörboxunkat azokkal a blokkokkal, amiket fel akarunk venni, de nem akarjuk, hogy elárasszák az inventorinkat, és már is élvezetesebb lenne a bányászat. A következő ötletem azokkal a kezelőfelülettel rendelkező blokkokkal kapcsolatos, amelyeket nagyon gyakran használunk. És sokszor váltogatunk közöttük, emiatt pedig folyton ki kell lépnünk a menüjükből, hogy megnyithassunk egy másikat. Szerintem sokkal kényelmesebb lenne, ha a játékos közelében lévő használati blokkokat mind egyszerre tudnánk elérni, ha elég közel vagyunk hozzájuk. Egy másik változat ennek, amit szintén el tudnék képzelni, az egy hatalmas kraftoló állomás, amely úgy működne, hogy az egymással érintkező használati blokkok mind-mind csatlakoznának a kiinduló blokk kezelőfelületéhez. Tehát ha leteszünk egy barkácsasztalt, majd megnyitjuk, csak a saját kezelőfelületét látjuk. Viszont ha közvetlenül mellé leteszünk egy kemencét, akkor annak a kezelőfelülete már egyszerre fog megjelenni a barkácsasztaléval, függetlenül attól, hogy melyikkel lépünk interakcióba. És ez így folytatódhatna az újabb és újabb blokkok hozzáadásával. Természetesen az egyik legegyszerűbb megoldás az inventori bővítése lenne, amely egy egész képernyőnyi eszköztár helyett sokkal esztétikusabban is megoldható, és megtarthatná a jelenlegi méretét is, csupán hozzáadnának egy keresés funkciót vagy egy görgetősávot, és már is több hely van az inventorinkban. És ami a legjobb, hogy ez az ötlet az összes korábbi javaslattal is kompatibilis, vagyis egy ilyen pofon egyszerű megoldás mellett is használt tudnánk venni a többi ötletnek. És nagyjából ennyi is lenne ez a videó, szerintem ezekkel az ötletekkel az inventory egy sokkal rugalmasabb, használhatóbb és élvezhetőbb része lenne a Minecraftnak, amely egyúttal alkalmazkodna is a jövőben várható temérdek sok blokk és item befogadásához is, anélkül, hogy hosszú távon további frissítéseket igényelne. Ezzel az egyszeri lépéssel a Mojang még hosszú évekig fenntarthatja a nagyméretű frissítések hagyományát, anélkül, hogy a játékosoknak gondot okozna a rengeteg új játékelem tárolása. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, hogy ez így volt, azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, és írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok ezekről az ötletekről, illetve hogy nektek még milyen javaslataitok vannak az inventory e probléma megoldására. Köszönöm szépen a figyelmeteket, hamarosan találkozunk egy következő videóban, addig is, sziasztok!